Az EU-Duna régió stratégiájának célja a Dunai makrorégió fenntartható fejlesztésének az elősegítése, a természeti területek, tájak és kulturális értékek védelme. Szanda Simic, a kormány európai integrációs irodájának segédigazgatója, Szerbia egyetlen problémájának azt tartja, hogy nem tagja az Európai Uniónak. Egeresi Sándor a Kék Duna alapítvány nevében ismertette a vallási toleranciával foglalkozó Karlócán megtartott nemzetközi konferencia eredményeit. A Dunamenti országok, régiók egy sokszínű, több nemzetiségű és több vallású közösség, és amennyire még egyszer szeretném hallgozni, fontos a nemzetek közti, a népek közti dialógus, olyannyira fontos a vallások közti dialógus, illetve megértés. Ez nélkül a mai világban, látva azt, hogy a vallások mennyire fanatikussá is tudnak tenni népeket, embereket, úgy érzem, hogy a párbeszéd az, amely megoldást is találni a kérdés, a problémákra. Stefan August Lüttgenau, a Dunai Civil Társadalmi Fórum elnöke elmondta, hogy a Duna stratégiát Szerbia nélkül nem lehet megvalósítani, mivel a folyó középső szakaszán helyezkedik el, emellett tehetséges emberei vannak az állami és a civil szektorban egyaránt. A Duna régió stratégiájának évi fórumát október 29-én és 30-án tartják meg Ulmban.